vált ki. A tubusos mézek közül több is egy állat alakját formázza. Melyike? Medve, farkas, róka? Medve. A Föld napja alkalmából vetélkedőt szervezett Bonyhád önkormányzata a művelődési központtal együttműködve, amely 5 állomásból állt, valamint egy földgömböt rajzolhattak a gyerekek. Összesen 8 osztály jelentkezett a 2 iskolából, mivel sok gyerek van, ezért a csapatokra kellett osztani őket. Egy csapatban 5-től 6 fő van, így 165 gyerek vesz részt, és plusz van, aki csak a Szedd Magad akció miatt jött. A szervezők a természet védelmére és annak fontosságára hívták fel a figyelmet a közösségi programmal. A diákok számos interaktív feladatot oldhattak meg. Nem vágjuk ki a fákat. Igen, rakni az kész. Meg inkább ringával megyünk, mint hogy autóval. Vagy sétálva rollerrel. A Városháza a helyi kulturális intézménnyel karöltve 12. alkalommal rendezte meg az országos programot, így csatlakozva a Teszed akcióhoz. Kezdetben, amikor csatlakoztunk a programhoz, akkor igen nagy mennyiségű szemetet gyűjtöttünk össze, és mivel évről évre részt vettünk a programban, évről évre így egyre kevesebb összegyűjteni való hulladék került a zsákokba. Idén is kevés lesz, de egyre nagyobb a létszám, és egyre népszerűbb a program, így minden résztvevőnek örülünk, és mint ahogy látjuk, a gyerekeknek is tetszik ez a program, szívesen részt vesznek. Az utcákon található apró kis hulladékot, mint műanyag flakonokat szívesen összegyűjtik, és ezzel tanulnak is, ugye egyfajta szemléletformáló program ez. Környezet tisztán tartása mellett a növényvilág védelme érdekében egy fát is ültettek a rendezvénytéren. A fák védelme is, illetve ha fát ültetünk, ugye akkor ezzel tisztább környezetet tudunk biztosítani, illetve madáretető is került kihelyezésre, így a szemétszedés igazából a faültetés és a madarak védelme, az élővilág védelme is előtérbe került ezáltal. Idén április 22-től 28-áig a civil szervezetek, valamint az iskolák diákjai gyűjtik össze szemetet, felhívva a figyelmet a környezetünk védelmére és tisztántartására.